A nép királyt akar. Sámuel hosszú ideje főpap volt Izraelben. Egész életében híven hirdette Isten törvényeit és szolgálta a nép javát. Így öregedett meg. Az izraeliták irigyelték a szomszédos népeket, mert azoknak volt királyuk. Felkeresték Sámuelt, és így szóltak hozzá. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket. Sámuel Istenhez fordult, azután kijelentette válaszát. A ti királyotok a mennyei úr, ő parancsol nektek, ő gondoskodik rólatok. A nép azonban zúgolódott. Földi királyt akarunk, hogy ítélkezzék fölöttünk és vezesse harcainkat. Sámuel másodszor is Istenhez fordult, az úr így felelt. Legyen a kívánságuk szerint. Hamarosan küldök hozzád egy Daliási fiút. Ő legyen Izrael királya. Élt Efraim városában egy gazdag, tekintélyes ember. Ismerte és tisztelte mindenki. Egyszer elkóborolt néhány szamara, ezért így szólt Saul nevű fiához. Védj magad mellé egy szolgát, és keresd meg a szamarakat. Saul és szolgája fölkerekedett. Messze vidéket bejártak, akivel csak találkoztak, megkérdezték. Nem láttátok a szamarainkat? De sehol senki se tudott az elveszett állatokról. Saul vissza akart fordulni, mert félt, hogy apja már az ő eltűnése miatt aggódik. De szolgája így szólt hozzá. Menjünk be a városba, és kérdezzük meg Sámuelt, a főpapot. Ő sok mindent lát, amit más nem. Amint Sámuel megpillantotta a közeledő Sault, eszébe jutottak Isten szavai. Hamarosan küldök hozzád egy Daliás ifjút, ő legyen Izrael királya. Behívta házába a két embert. Gyertek, pihenjetek meg, mondta nekik, és ne aggódjatok a szamarak miatt, mert már megkerültek. Saul összenézett szolgájával. Még nem is említették a főpapnak, hogy az állatokat keresik. Sámuel jól megnézte magának Sault. Örülni fog neki a nép, mert csak ugyan Daliás és jóképű, gondolta. Vendégeit vacsorához ültette, és a legjobb falatokkal kínálta Sault. Aztán nyugovóra tértek. Kora reggel Sámuel fölébresztette a két embert, és kivezette őket a városból. Az úton megkérte Sault, küldje előre szolgáját. Amikor kettesben maradtak, tudtára adta a titkot, hogy Isten őt szemelte ki Izrael uralkodójává. A királyság jeléül olajat öntött a fejére. Saul megfogadta, hogy Isten akarata szerint fog kormányozni, aztán hazament. A titkot megőrizte. Nem sokkal később Sámuel egybehívta Izrael népét. Sault odaállította jobbjára, és így szólt. Íme a király, akit Isten kiszemelt nektek. Saul Daliás termete és mosolygós arca láttán a nép örömújongásban tört ki. Ettől kezdve háborúiban Saul vezette a sereget. Ereje és bátorsága lelket öntött a harcosokba, ellenségeiket pedig megfélemlítette. Az izraeliták sok csatát nyertek. Saul egyre büszkébb és önfejűbb lett. Már nem törődött Sámuel tanácsaival, sőt magának Istennek a törvényeivel sem, és katonái, amint addig a jó, most a rossz példát követték. Egyszer nagy hadizsákmányra tettek szert, de nem úgy bántak vele, ahogy a törvény előírta. Kiki összeharácsolta, amit csak ért. Ekkor Sámuel így szólt Saulhoz. Isten megbánta, hogy királlyá tett, mert elfordultál tőle, és nem teljesítetted parancsait. Ezért elveszi tőled a királyságot, és másnak adja. Nem sokára Isten megparancsolta Sámuelnek, hogy menjen el Betlehembe egy Izály nevű emberhez. Az öreg főpap útnak indult.